Minden könyv az ember és a világ helyzetére, az emberi végzet érthetetlen törvényszerűségeire akar felelni. És mit segítettek a világon ezek a könyvek? És mind a többi, a millió és százmillió, mindenfelé a világban, a londoni, párizsi, berlini, római könyvtárakban, a könyveknek ez a csendes óceánja, mely eláradt az emberi lélek lapájai felett, hogy megtermékenyítse azt, hogy békés rend, összhang, együttműködés uralkodjék ott, ahol az értelem jótékony és termékenyítő erejű ösztönzése nélkül és öntözése nélkül, az ösztönök, félreértések és szenvedélyek által feldúlt kopár területek maradnak csak. A könyveknek ez az özönvize mit is változtatott az emberi világ felületét? Jobbak lettünk? Türelmesebbek? Nem lettünk azok. Tudtuk-e fegyelmezni az önzést? Okos osztozásra bírni a birtokost? Nagy lelkűségre az erőszakot? Nem tudtuk. A világ minden könyves, minden szó, melyet az emberek valaha kőbe véstek, viaszba karcoltak, papírusra és pergamenre írtak, könyvbe és újságpapírra nyomtattak. A fogalmak feltárása és tisztázása, az emberi szándékok rendszerbe foglalása, jó és rossz meghatározása, a nagy áldozatkész szellemek pátoszának lendülete, a jéghideg meggyőzés törvívása, mindez mit segített az embereken? Minden veszélyben van. Elsősorban az a kultúra, melyet a könyvek magukba zárnak. Nem. A könyvek nem segítenek. De mégsem igaz, ha e pillanatban úgy tetszik is, mégsem igaz, hogy a könyvek nem segítettek. Az emberi szenvedély a tenger, melynek áradása végtelen, és a könyvek, a világ minden könyve, centiméter magas gátak csak e tenger tagájával szemben. Minden ezred év egy centiméter, és minden könyv ad valamit a gáthoz, mely felépül egyszer a szenvedély, az önzés, a butaság, az erőszak, a tájékozatlanság és a bűntudat óceánjának partjain. Építsük ezt a gátat. Talán ennyi az emberi élet értelme. Én úgy gondolom, hogy ez a csapat, aki most már közel 30 éve velem együtt dolgozik a megyei könyvtárba, átérezte azokat az időszakokat, amikor volt rosszabb is, és akkor az a boldog tudat van bennünk, hogy most talán ez egy jó év lesz, és mindig várjuk a jó évet, és úgy gondolom, hogy a legeslegjobb mindenféle megszorító intézkedés vagy forráselvonás mellett az, hogyha elégedetten távozik az olvasó, és mi a minőségirányítás keretein belül dolgozunk már, szeretnénk 2020-ra minősített könyvtárrá válni, és ennek a... Színház esetében tudom, na, ez mit jelent? Hát valami olyasmit jelent itt is. Így van, hogy ez a cím, ez a rang, ez könyvtárak vonatkozásában egy óriási mértékű munkát jelent, mert hogy az ember eljusson arra a szintre, hogy minősített könyvtárrá váljon, ahhoz nagyon sok szakmai alapdokumentumot kell elkészíteni. Így van, tehát olyan feltételeknek kell megfelelni, és hát valahol sugározni kell a szolgáltatásainkban és mindenhol azt, hogy mi igyekszünk és megteszünk mindent azért, hogy... Pályázni kell? Vagy? Így van, pályázni kell. És itt a minőségirányítás kapcsán van, hogy csak tényekkel és adatokkal dolgozhatunk. És erre mondjuk mi azt, hogy a tények azok, hogy a megyei könyvtárat használják, használni fogják, és amikor mi saját magunkat dicsérjük, az kicsit elfogultnak tűnik.
De amikor az olvasó egy ilyen felmérés kapcsán, vagy egy ilyen olvasói elégedettségi vizsgálat vonatkozásában azt mondja, hogy igen, elégedettségre ad okot az, amit itt Salgótarjánban ti dolgoztok, vagy tesztek, akkor azt gondolom, hogy ez mindennél fontosabb, mert ő ezt leírja, elmondja, és hát... Mi igyekszünk egy-egy költségvetési tárgyalás kapcsán is a fenntartónál ezekkel érvelni, hogy nem csak saját magunkat dicsérjük, az is jól esik olykor, de inkább hagyd dicsérjen bennünket az olvasó. Ja. Úgyhogy az ókori görögök mondták azt nagyon bölcsen, hogy dolgozz jól, de beszélj róla. Hát igyekszünk ennek is megfelelni, és azért is örülök annak, hogyha minél többen hallják azokat a törekvéseket, amit a megyei könyvtár köszönöm szépen kíván tenni. És noha, mint Zoli is említette, én is utaltam rá kicsit részletesebben is, ugye idén 70 éves a könyvtár, a jogelőd, hiszen folyamatos ez a munka. Terveztek-e, ilyen értelemben átfogja az egész évet, én ezt tudom, de hát mégiscsak tavasznak az elején járunk, és még hátra van 8-9 hónap, valami látványos, valami nagyobb, lesz egy ilyen nagyobb dobásotok a 70. évforduló kapcsán, hogy így mondjam, közkeletű nyelven. Igen, lesz, de ez titok. Titok, jó, azt is elfogadjuk. Igen, a 30 éves évfordulót megünnepeltük ugye a tavalyi évben 2018-ban, ahogy említetted is, hogy 1988-ban költöztünk ebbe a csodapalotába, amit a szakma így emlegetett, a megyei könyvtár épületét annó. Ennek 30 éve. Ezt az ünnepet könnyebb volt megszervezni, mert nagyon sokan átéltük ezt. Igen. Tehát részesei voltunk ennek a 30 évnek, de egy 70 év az egy nehezebb falat lesz, azt gondolom, mert ahogy említetted is, és már utaltunk rá, Baráti Ottónak a dolgozata is egyfajta vetületét adja. A Kojnok Nándor emlékkönyv egyfajta vetületét adja annak, hogy mi is történt 70 év alatt a megyei könyvtárban, de mi ennek nem voltunk még átélői, és ezeket a nagyokat, akiket most te is a bevezetődben említettél, mi már csak ugye sárgult üzenetek lapjairól ismerjük, és nem személyesen, de emlékükben biztos, hogy fogunk olyan programot szervezni. Ugye nem titok, hogy minden évben Balassi díjat adunk át, és kitüntetjük a kultúra élenjáróit. Tehát erre az időszakra és az ünnepi könyvhét időszakára tervezzük majd a 70 éves évfordulót és ennek a programjait. Egyelőre úgy gondolom, hogy még többet nem lenne illő mondani, világos, mert hát is alakul majd. Teljesen jogos. A kérdéseim zárásaként, ha egyetlen egy rövid vagy egy kicsit bővebb mondatban meg kéne fogalmaznod, hogy ennek a több mint 10 évnek, amelyet ebben a funkciódban, a vezetői beosztásban töltesz, mi a legnagyobb eredménye, szakmailag természetesen, akkor mit emelnék ki, hiszen ez mind az, amiről beszéltél, a közös munkátok eredménye, de ha valamit ilyen zárásként, mottóként ki lehetne emelni, akkor mit mondanál? Megyei könyvtárunk itt Salgótarjánban a legkisebb költségvetési kerettel és a legkevesebb könyvtárosi létszámmal működő megyei könyvtár a megyei könyvtárak között. Igen. A legkevesebb költségvetése és a legkisebb létszámmal. És én úgy érzem, hogy az idő alatt, amíg nekem szerencsém volt vezetni az intézményt, és dolgozhattam ezzel a csapattal együtt, a legnagyobb eredménynek azt tartom, hogy meg tudtuk őrizni azt a minőséget itt Salgótarjánban, amit elődeink megálmodtak 70 évvel vagy 30 évvel ezelőtt. És ez a minőség csak jobb lehet,
hogyha komolyan gondoljuk majd a minőségirányítást, komolyan gondoljuk azt, hogy még mi akarunk tenni azért a városért, ahol élünk, ezért a megyéért, ahol lakunk, élünk. Én ezt gondolom, hogy mindenféle program és rendezvény mellett ez a legnagyobb érdeme a megyei könyvtárnak, hogy lépést tudott tartani, és szinten tudta tartani azokat a szolgáltatásokat, és megmaradt bennünk a hit, a kitartás, a tenni akarás, és hát ha ez így megy még 30 évig, lehet, hogy már nem velünk, hanem majd az utódainkkal, akkor azt gondolom, hogy nincs félnivalója a megyei könyvtárnak. Nagyon szépen köszönöm, ez zárszónak se volt rossz, de nekem is van egy 3 soros zárszavam, aztán majd művész barátaink átveszik itt a legvégső szót. Én úgy gondoltam sok-sok olvasás után, hogy egy költőnőtől idézek 2-3 sort. Eli Schaffernek hívják, ebből kiderül, hogy nem nagyon francia eredetű a hölgy, bár ott született Franciaországban, jelenleg is ott él, tehát török írónőről, költőnőről van szó, és a következőt mondta ő, 2 frappáns gondolatát szeretném idézni. Azt mondja, hogy az életben 2 áldás létezik, a könyvek és a barátok. Szóval csak én teszem hozzá, hogy ha ez egybeesik, akkor ez ideális, hogyha könyvbarátok vagyunk, igen. És azt is ő mondta, hogy akinek könyvtára van, annak 1000 tanító mestere van. Nos, ez kétféleképpen érthető, értendő, ez az otthoni könyvgyűjteményeinkre is, akik itt ülnek, tudom, hogy van könyvgyűjteményük. Erre is értendő, hogy otthon annyi tanítómesterünk van, ahány könyvünk, de még inkább arra az intézményre, amelyről ma sok szó esett, és ezt köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. Röhögnek rajta a dobban. Nekem meg ég a pofám. Szőke Tündérnek hívják. A bátyja azt mondja, jó a humora neki, érti? Azért, ami igaz, de mégse azért nevetnek el. Nem mondják ki, hogy miért, mert tudják, hogy rokonom. És én velem gyűlik meg a bajuk, ha nem vigyáznak, érti? Nem tudom én, min röhögnek. És ha arra gondolok, hogy ez az alak megkaparintja a lányt, hát megtudnám, vagyis ettől megyek a falnak, Mr. Alfie. Mert én küszködtem azért a lányért, és most... Egy igazi klasszikust, Arthur Miller Pillantás a hídról című színművét kezdte el nemrégiben próbálni a Salgótarjáni Zente Ferenc Színház. A Salgótarjáni Teátrumnak ez lesz a 4. nagy színpadi bemutatója az évadban. A darab középpontjában az amerikai álom, illetve egészen pontosan annak vágya áll, nem kevés szerelemmel és persze féltékenységgel fűszerezve. Volt már olyan fiú, akit elfogadott volna? Nem volt, igaz? Nem volt. De azt mondja Radolfónak, csak az útlevél kell. Ide hallgass, mindig kitalál valamit. Mit számít az neki, hogy mit mond? Ha egy herceg jönne és megkérné a kezed, akkor is így beszélne. Tudod, hogy így van, igaz? Igen, azt hiszem. És akkor mi a tanulság ebből? Mi? Az, hogy jobban a sarkadra kell állnod. Még mindig azt képzeled magadról, hogy kislány vagy. Az előadás a határokról szól, a hídról, ami Brooklynban van, és ahonnan lepillantva az olasz negyed látható. Az utolsó pillanatokról, amikor már átkelünk, de még a hídon vagyunk, és még visszanézhetünk. A rosszom még innen, de a helyesen már túli pillanatokról. Azokról a pillanatokról az átkelés közben, ahol még meg lehet állni, vissza lehet pillantani, netán vissza is lehet fordulni. Hallgass meg, amit mondom. Nem akarom hallani. Két figyelj. Ő szeret engem. Ne mondj egy Isten szerelmére. Ez a legrégi trükk ebben az országban.
Nem hiszem el. Azóta csinálják ezt a trükköt, amióta csak meghozták a bevándorlási törvényt. Keresnek egy hiszéken fiatal lányt is. A dráma főbb szerepeiben Edith, a Zente és Vastaps díjas Máté Krisztián alakítja majd, Beatrice-t Kökényesi Ági, Catherine szerepét pedig Miketz Estéla játssza el a színpadon. A Jászai Mari díjas Kis Domonkos Márk által rendezett Pillantás a hídrólt május 27-én mutatja be Salgótarjánban a Zente Ferenc Színház. Mindig jó benyögései vannak, mi? Igen, tudom, de még csak gyerek. Annak is véget kell vetni egyszer. A gyerek felnő és elmegy otthonról, a férfinak pedig meg kell tanulni felejteni. Mert úgy, ahogy is végződhetne másképp, Edi. Adja, hadd menjen el az a lány.